Felmentették minden vád alól azt a kínait, akinek egy leukémiás diagnózis után még 2002-ben azt mondták, hogy legfeljebb néhány éve maradt hátra. Lu Yong nem csak hogy meggyógyult, de azóta hasonló betegek is segített. A textilkereskedő nem adta fel. A lesújtó diagnózis után két éven át egy méregdrága svájci gyógyszert szedett. Egy havi adag csak nem 4000 dollárba került, ráadásul a kínai egészségbiztosító semmit sem térített meg az árából. Lu kutakodni kezdett, és rátalált a svájci szer generikus, vagyis ugyanazokból a hatóanyagokból álló indiai változatára, amely 8ról olcsóbb volt az eredetinél. Lu megosztotta a neten ezt a lehetőséget beteg sorstársaival, akik közül 2006-tól 2013-ig több százon segített. A hamisított gyógyszer forgalmazása miatt azonban vádat emeltek ellene. Az indiai tabletta ugyanis Kínában nem engedélyezett. Szinte összes ismerőse és azok hozzátartozói petíciót írtak alá a 47 éves férfi felmentéséért. Német Erped 724.